hagyjad, meg beállítjuk. Gyere, menj a mamád! Itt a picsába. Nem kell itt menőzni a kibaszott rollereddel. Ez az enyém. Akkor nem kell itt menőzni a kibaszott rollerével. Jó, fiú. Hát te arrébb kell mennie. Tegyem? De szép a formod, ahogy tolod. Hát az elég formos volt. Nem jó az arány? Hát vagy, hogy négyen vagyunk és kettő dolgozik, nem csak egy. Hát én szerintem igen. Hát igen. Igen. Olyan mérő vagyok, hogy és akkor... De nem tudom megfogni, mi? Azért mondom, hogy... Csak azért, mert piros? Hát... Gyere már, segíts! Geci, van faszirász nézel! Gyere már! Gyere már, úgy zsidogozz, ne kelljen már háromszor elmondani, bazd meg! Túl gyors voltál. That's what she said. Dezső, most meg te mondjál valamit, amit ő kurtál, csak hogy meglegyen az összhang. Nincs ilyen. Az egyik felét ő csinálta, a másik felét meg én, szóval... Há, igen. Ami jó, azt én csináltam. Majd lehet, hogy random elkezdünk háforom. Csinálják, szerintem az a legjobb egyébként. Igen! Kurvára nem néz ki jól, Dezső. Mami. A Dezső? Dezső, mi a faszom nézze ki jól, de ügyel! A megfelelő munkamegosztás. Há, persze, végre egy ember dolgozik. Igen, van az előtt, bár rossz, hogy eszem magam. Azt egyedül gyorsabban haladok, mint hát. Na, hát akkor már te dolgozol egyedül. Amúgy is forog a kamera, ilyenkor legalább tegyél már úgy, mintha dolgoznál. De nem, ilyen. Csak állítsuk föl a szárnya. És ne húzd le alul, légy szíves a földön, köszi, meg a bakot került ki, köszi. Majdnem sikerült. Mondtam, hogy tanulhatnál bazd, mert te csak állsz itt, mint a fasz, csak itt tartod a kamerát, nézd meg. Csodálom azt, hogy ember professzionál is. De annak kéne lenni. Át kell fordítani azt. Igen, mert most másik oldal szárnyat csinálunk. Akkor a hiba lett volna, azok a két egyformát csinálunk. Ezek mi rohadékok? Ezt vágtattam volna. Spirálba szállt volna föl. De ő, gyere már ide, az Isten áldjon meg, átcsorog szokt, azt hülyésked el. Ez kurva jó. Megint ezt a felvédő szerencsétlenkedek benne. Menni fog, Tóni, menni fog. Oli. Ugye fogom ejteni, mint a büdös szar. Én nekem is kell lesz. Geci, de úgy írja, hogy fúj. Még be is izé, párásodott a két perc, hallod? Nem lép bele majd. Itt a tervrajt, ez alapján megnézzük, hogy hogy épül az orra, mi? Összeállna, igen. Így van, Zsolt meg elmagyar, hogy milyen poénra kell venni, tudjátok, hát ahogy nyomjátok, persze. Ez véresen komoly levicce. Tudom, azért mondom. Nagyon szeret a kamera, Zsolti. Nagyon szeret a kamera. Szeres te is a kamerát. A marhára megtúltak. Dezsőképből mindenképp hülyét kellett csináljunk. Ő lesz a rezidens hülyénk most. Vissza is! Ez az! Igen! Nagyon jól csinálod! Te meg fuss el alattam! Ez az! Jó! Benne leszel a tévébe! Jaj, de jó! Köszi! Fogom számolni most neked, a Nagy Bencét gyorsan megkérdezzük. Van egy kaszkadőr kollégám, igen, aki nagyon szeret röppáját számítani, ugye, na most figyelj, mi ezt ki fogjuk számolni, mert ugye tudjuk a 6 méter magasságot, tudjuk a nagyjából súlyt, és tudjuk a sebességet. Azt azért, igen, azt túlbecsértik a 20 km órát egyébként, hogy? Nem lesz annyi. Ne 20-at mondjál majd neki, mert biztos nem tudunk meg 20-at. Nem, hát azt majd beírjuk, hogy kb. Mennyi. Kedves Bence, egy villámgyors kérdésem lenne. Mégpedig, hol szoktál te röppáját számítani? Mutko volt az a jó, nem tudom, applikáció vagy weblap, vagy hogy hol nézted azt? Ferdehajítás. Ferdehajítás kalkulátor, Walter Friend, és akkor majd hívlak nem sokára, jó? Rendítse.
Jó van, köszi, cső. Van nincs mit. 4 méter per szekundummal számoljunk. Én azt gondolom, hogyha egy 15-20 méter közötti távolságot el tudunk érni, azzal már szinte marha boldogok lehetünk. Nem baj az, ha nem emelkedik el, nekem nem kell. Ne is emelkedik. Úgyis az fog történni, hogy elindul, egy picit elindul lefele, mondom, még egy picit sebességet gyűjt, igen, és azzal tud talán valamit összeszedni. Ha előre löktök, ugye ki akar akadni, hát attól függ, mit toltok. A platformot, igen, az aksit toljátok, mindenki, akkor ugye ő hátra akar dőlni, tehát igen, elől uh-huh kell valamire tesz. Uh-huh. Nem oficiális csőhajlítás. Ebbe bele tudok ülni. Uh-huh. Be tudom szorítani magam. Uh-huh. A nagyon menő, tudod mi lenne? Fogni és az ülésbe lehekkelni a izébe. Ha? Nem nehéz. Szépen ki lesz mosva így. Szerintem még arányaiban is kiadja. Uh-huh. Most platform ilyen lacsonyabban menjen, de igen, egy 10. Na, hát a bőven marad hely. Hát akkor... Megértünk. Hitű vagy. Nem is volt emlékezni. Ez durva, keci. Nem oficiális módszer ez, de működik. Ez a veri egyenes. Ott azon a csíkó húztam végig az alamónicska csíkocskán. Most van. Félodásos. Sajnos nincs itt a Tóni, úgyhogy na, ez így már nem lesz jó. Szakértő nélkül pedig kurva nehéz, de... Hát igen. Ó. Jó, durván itt legyen a közepe a belső csíkó. Ott jó, tökéletes. Jó, most emeld fel a bakot. Nem tudom, hogy 60 van itt pont. Nem aztán... Hát itt kell hozni. Tehát ugye megnézzük a szárny dőlést. Ez itt 2 centi. 12. Kezdjük 10 centi. Megvan a 10 centi. Igen. Jó, rá kettőre. Fogd már össze, kérlek. Ez nagyon picikét megint elsúszott ez a baloldali. Nem baj. Hú, nagyon tudomány. Mint sima háromszög. Hát nem jó egyébként, de így akkor már jó lesz. Na mindegy, a mai napra a tervem, ezt a házat tök készre akarom csinálni. This is the pöttyöling, you know. You know what I mean, bro? Uh-huh. Föl kell putolni valamire az egész kódszerájt, hogy föl tudjuk próbálni a szárnyat, de attól tartok, hogy itt most így a... Jó volna, nem törne ki a derekam. Erre kéne valami megoldás. Akkor amíg hegeztek, old meg, kérlek, jó? Jó. Dövald Bugs, Bugs. Ismét a szerszáma outletnek köszönhetjük a gyors és pontos segítséget. Na, mutassad meg, hogy mit csinálunk. Ide kell majd bele a merevedés. Na szóval, mivel van bakunk a Jaufiú, elintézte Jaufiú, akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy te ottan kint elkezded akkor a nagy lapokat rá rakosgatáshozni, meg szabogatáshozni. Merevedést okozni neki. Ennél nagyobb öröm sose érjen, hogy te egy szárnyak merevedést okozol, és akkor remélhetőleg a mai napon eljutunk odáig, hogy félig meddig szerkezet kész a a járművünk, akkor nagyon jók vagyunk. Meg kell csinálnom a gabesznek a gabeszmentőt, mert nem tudjuk másképp kivinni. Ja, igen? Hát igen, mert a bőzásat is sajnos nem lesz. Hogy összerakjuk itt, rárakunk egy motort, és kirepülünk vele. Azt deflet ma lenne.
néz ki, mint egy repülőgép. Igen? Uh-huh. Repülőgép? Meddig? Hát ott van. Látom, hogy itt belül a feszület. Viszont akkor lehet, hogy ezeket meg lehet fogadni csavarra, nem? Uh-huh. Segítsek? Hát, hogy a túloldalára. Aha, kiférek. Csak ott nem tudom, hogy megyek el. Told előrébb, arra előre a... Úgy, hogy egyenesben legyen. Igen, igen, igen. Most az van, hogy ez így össze van téve. Very big. Na jó, hát néha muszáj valamit elmondani. Mistake. Igen. Jó, ide. Jó, többi jó. Úgy tűnik jó. Igen, azt hiszem én is. Ha? It will be fly. I think. Bezső, nagyon messze vagyám. Nem is látszott a képbe. Hát, amúgy jó. Amúgy jó nagy. Ez na, nem. Csuszi. Na, basza. Ez azért úgy elég kicsi, nem? Ja, basz meg. Jól ezt fogsz percet, basz. Basz, ezért fogok jót repülni, basz. Na, basz. Be akarjuk bugyolálni a szárnyat, végre kipróbáljuk, hogy vannak-e ilyen, because tegnap, yesterday evening csináltam space frame, very scientific tubular frame, you understand? Ezek az utolsó pillanatok a vagy teljes siker, vagy teljes kudarc előtt. Hogy szeretnéd? Valahogy. Így? Mindegy, valahogy tedd rá. Még ez is tök jó megizélt. Jó! Két mondat van tulajdonképpen, ami így más a többi, az már ilyen energikusan. Zizi, gondolj rám közben, biztos, hogy menni fog. Át fog jönni az üzenet. Én meg közben tákimákizom mit tákimákizok? Az ügyést. Én csültet ide, fogom, és akkor, hogy így. Tákimáki. Szóval, mi történt? Szóval hétfő van. 4:12. De még most elintéztük, hogy a narrációt mondjuk a Zizivel. Zene helyett mi narrációt mondjuk. Lesz zene is benne, de erősen a narrációra fog épülni a show műsor. meg nem állunk jól. Én ülök. Aha. Ja. Hát oda csinálok 3 Rudit. Uh-huh. Meg nem tudom. Egyelőre fogalmam sincs, hogy mit, hogy, vagy nem tudom. Kábeltetegedő duct tape és társai. Bármilyen rögzítőeszköz elfogadott. Hétfő van, délmúlt 7 perccel. Szombat reggel ezt el kell vinnünk készen. Már összepróbált állapotban, súlypont beállítva. Nagyon nehéz ezt összepróbálnunk, igen. Az egészet. Most csak este tudjuk próbálni, ugye? Mert akkor van helyként. Igen, akkor nincs forgalom, meg akkor talán arrébb tudunk állni mindennel. Darai Peti barátomtól, ha minden igaz, akkor kapunk használaton kívüli köteleket, amiket már nem használhatnak riggelni a filmekbe. A mai tervem az üléstartót valahogy prezentálni. Ott lesz az a kis tartó, arra rá tudom csavarozni az ülést, még hátrébb akarok csinálni még egy merevítőt, még nem tudom, hogy onnan kéne-e ide. Ugye nem tudjuk jelen pillanatban modellezni az erőhatásokat, mivel az erőhatás az a szárnyon fog eloszlani. Ha ide be tudjuk állítani a súlypontot úgy, hogy ezt két ember így megtartja nyilvánvalóan a szárnyakkal együtt, akkor én szerintem nem bugdácsolni fogunk, de hát akkor lássunk neki a dolgoknak. Miközben Mancs még a grafikákkal foglalkozik. Meg éppen a Zizitől kapott narrációval. Így van, amit az előbb már ugye én felvettem, ami online volt, de már el is küldte. Majdnem egy óra, de igen, nekünk ilyen barátaink vannak. Ezúton is köszönjük Zizinek. Hát a tervek szerint jó lenne, hogyha minél többen kijönnétek, és nagyon kéne üvöltözni majd, hogy a zsűrit tudjuk befolyásolni. Ja.
Na császtok, megyek hegeszteni, mert az utóbbi időben nem hegesztettem, most már kakas színem van, nem? Uh-huh. Amúgy. Most már jó. Az csak a rugózás. Jó, csak... Most benne ősz teljesen. Nem kell vészesen tartani. Ez... Na várjál, most? Most sem. Szerintem tök jó. Léci, ne gyere ide! Plusz mínusz egy centi, nem számít. Nézd, nézd. Na, ezt én sem tudtam látni. Nézd. Én is fordítva csináltam, amikor annyi vagy meg. Ne, hát tanuljatok be azok, ha már itt vagytok. Azt meg lehet, hogy nagyon fancy, nem? Amúgy. Egy kéz. Világrekordunkat döntjük majd, szerintem ezen fogunk múlni. Basz, ami? Rakjuk fel a bakra, rakjuk fel a hátsó szárnyat, jó? Újra fogok a mostára esik a punci emelébe. Aha, nagyon tudom. Egyébként csak azért néztem oda, mert szóltál. Segítek, várjál. Rakd a arrébb, légy szíves. Red Bull 5 nap. Nem segített, hivatalosan. Jó, hát ez... Átszáz vagyok, nem vagyok itt. Ja, hát a sapkát miatt nem látunk. Mi ez az ajtó? Nem tapasztjuk szépen. Az én fejemre kockázod majd az, amit mint a hűtőszekrényre? Bírod? Ahogy. Gyuri. Írja. Az... Én Tomi még az ott is tartja. Ami az nem adja. Nem adja. Ezzel viszont az a baj, ennek nem tudjuk hátrétolni a profilját. Újjé fáradtam. Aha, az kéne most. Szóljatok, ha tartjátok, mert akkor ülök. Lassan ülj. Senki nem szólt, hogy tartja, csak mondom. Beleszálljatok? Geci. Hát ez geci jó. Milyen bazzeket szóljál, hogyha lerakott a fasz. Felakom. Három és. Emeld föl, próbálj meg fölemelni. Föl, így. Ti nem tartjátok rajta a szélén? Rajta vagyunk az állványon. Jó, jó, jó. Rajta vagyunk az állványon. Rá, mint ja. A szar. A bakon rajta. Sem nem vagyunk rajta. Tényleg? Nem, ezek van. Tényleg? Pontosan, most ezt teszteljük. Szállj le, bevisz, levesz, levág, előrébb hoz. Zsolti előrébb ül. Így van. Ugye ebből egy ilyen lesz, ami a... Ha? Kereket fogja tartani, ebbe lesz gyüvet, abba meg menet. Ez a 800-as elkap. Aha. Kitaláltuk, hogy nem lesz platform, hanem... Ja, meg előrébb került ez, bocsánat. De. Hát most előrébb raktuk egy... Próbáljuk. 20 centivel. És nem platform, hanem... Hanem ott lesz a két kerék. Igen. Like the normal vitorlázógép. Nagyon szépen köszönjük szépen. Köszi! Ezt meg a villanyszerelő nevű kollega küldte Patreonról, aki kim volt Debrecen-drágban is adott neked valamit. Ő hozott gumicukrot, meg ultadermet. Na! Látok! Ez kerpekincs. Némi műhely felszerelés. Köszönöm a rengeteg minőségi tartalmat mindenki nevében. Üdv a villanyszerelő. Azt gondolom, hogy azért ezek brutálisan be tudják aranyozni a napjainkat. Casablanca espresso, kávé geci. Na, a lényeg. Kávé. Kávé és még tisztító. Várját, nem. Némi gumicukorral, Antoine, erre azért hagyok időt. Kedves Norbi, nagyon szépen köszönjük. Nem tudom, mit mondjak. Mit is lehet ilyenkor mondani, nem? Villám gyorsan lefőzünk egy kávét ebből. Ugye? Nézd csak, eddig dolgoztam. Ezt innen kiszedjük. És mert hogy, van nekünk itt egy bemutatott gépünk. A nyereményjáték folytatódik. Tehát ugye van nekünk egy DCF 894-ünk, amit mi borzasztóan szerettünk. Ah. Hát, majd bírólagot csinál. Manx. Manx. Ez most az. Tehát közel ugyanazt tudja. Erőben nagyjából ugyanaz, súlyra méretre kb. Felem. Nem kérdés. Aki egy kicsit többet szeretne ezzel elérni, nem csak fel meg le, tud válogatni a módok közül. Na de amiért mi ezt elővettük. Nem csak az, hogy marhára örülünk, hogy nekünk már van ilyenünk. Hanem. Nagyon kell figyeljétek a TikTokot, ugyanis ott is ott vagyunk, ezt ugye nyilvánvalóan tudjátok. Mindenki tudja, ne vicce. Nyilvánvalóan tudjátok, szombaton fogjuk kirakni a TikTokra ezt a posztot, ugyebár. Szombaton megpróbáljuk reggel, tehát az érkezéskor valamikor mi ott csinálunk egy ilyen nagyon rövid TikTok videót. Meg kell tippeljétek nekünk, hogy milyen messzire fogunk repülni, ugye vasárnap. A helyes megfejtők között, pontosabban a helyesen tippelők között pedig
ő fog gazdára találni. Nem értéktelen dologról beszélgetünk, plusz érdemes lesz nézni minket, ugyanis lesz még egy nyereményünk. Jelen pillanatban az a nyeremény, az még annyira új, hogy még hozzánk sem érkezett el, meg de ez nem azt mondja, hogy még hozzánk se. Hát, ha minden igaz, akkor az már rajta lesz a cikkszám, hogy annyira már nem titkos, hogy legalább a cikkszámot látjuk. Igen, mert egyébként volt már nálam olyan készülék a Dewalt palettáról, amin egész egyszerűen nem volt cikkszám. Az utolsó nyereményjáték, meg majd az összefoglaló. Így van, ez majd valószínűleg valamikor a röpnap után, ahogy a mancsnak az ideje engedi, mert egy emberből van ő is. A következő évezredben reméljük annál azért hamarabb. Nyereményjátékra föl, mindenki nézzen mindenhol, mindent osztogassa, írja, tippelje, mindent csináljon. Nyom! Kicsit az, micsoda mechanikák vannak itt. Mennyire kell? Hát, vagy megrugózom. Aha. Nagyon mechanikus. Hogy is volt a videóban? Hát ha így, akkor így, hogyha így, akkor... Hát látod, és ott van. Megvizionálta, és meg lett csinálva. Megcsináltam? Meg. Működik? Működik. Ú, ez egy hosszú sztori. Ezt már láttam. Az a szervó egy, és akkor van rásegítés a szervó mellé. Fontos információ, hogy... Ja, hát jó, hát fél egy, még korán van. Egy szervos, figyeld. Szervos szám. Egy, azaz egy darab gumipókkal, ami mindjárt ki fog ugrani, és úgy ókom, basszik. Láttam, igen, itt az előfeszítés állíthatom, én még ide is átrakhatod tulajdonképpen, és akkor... Látod? A city mode. A kapanyér az még upgrade-elve lesz, ugye? Hát mire? Hova? Ennél tovább? Hova? Fabetét! Ahogy a Tony szokta mondani, a szögek azok kifogások a koporsó várában. Kudarc. A szögek? A koporsó várában? Hát jó, mert hamar eljutott oda. We can doing the papír eszter guy. 13-10. Paper machiner guy. Is. Elmondik ez meg. Na, kösz. Hát indítsad már az esztergát! Nem én forgatom, te barom! Hát ki? Hát te húzod körbe, te hülye! Nem, ez az irány. De az nekem nem esik kézre. Ellenetlen. Szerinted én innen látom, hogy mit csinálok, mi? Hát ez hülye. Ennyi arrébb. De miért nem azt a gecit húzod azzal a szarral együtt, az Isten faszát? Nyazd meg a... Tessék, így jobb. Nagyon jobb. Jobbnak tűnik. Most nem rosszban. De rosszul forgat azért. Hát, most is még csak két óra. Három negyed kettő van. Tadadadam. Fumatosan van. Igen. Ó, oh, hát még ragad. Hát, vajon miért? Már ki van találva, nem tudod belülről. De cserébe tudod kívülről. Ez a lett zárva. Nem. Ide? Már van. Kicsit lentem. Tóni, túl sokat ne vegyél föl, mert nekem ezt honnan meg kell vágni. Igen. Nem fogsz röhögni? Nem. 1, 2, 4. Harminc óra múlva nekünk innen el kell indulnunk kifele, tehát most már az eléggé a finishbe vagyunk. A performancehoz is elkezdtük most már, sőt, egész jól állnak a performancehoz a dolgok. Amúgy hangot veszünk fel, de semmi baj. Ő mondta, hogy rakjon be, tényleg ültem, mondta. Én azt nem mondta, hogy indítsd el, te ügye. Csinálnék. Nincs oda egy házszapon vagy. Azt gondoljuk, hogy már nem lesz holnap időnk
videózgatni, mert timelapse az nyilván tehát fel lesz véve, viszont azt már csak a röpnap után fogjátok látni. Gyertek ki, nézzetek meg minket, szerintem minél hamarabb gyertek ki, ne kocsival gyertek, hangsúlyozzuk, nem fogtok tudni megállni, a környéken van... repülővel. Amit menőle, vagy helikopterrel, vagy tömegközlekedés, vagy roller, vagy bár akármi. Vagy gályarabok kihoznak. Így van. Most haza. Szóval gyertek ki, nézzetek meg minket, nyerjetek meg ezt a mindenféle dolgokat, és akkor TikTok videó szombaton, nagyon figyeljétek.